Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A következő műsorban Székesfehérvár 11-es választókerületébe látogatunk, aki elkísér bennünket erre az útra és segít megismerni a jelenét a választókerületnek. Az a képviselő, az önkormányzati képviselő. Nagy szeretettel köszöntöm Deák Lajosné Zsuzsát a stúdióban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Segíts nekünk azok kedvére, akik nem ezen a területen élnek, meghatározni, hogy ez a 11-es választókerület valójában mit akar, melyik városrészeket? Hát ez egy csodálatos városrészt akar, úgy is szoktam nevezni, hogy a Székesfehérvár zöld szíve. Ez számos kis lakótelepekből áll össze, illetve családi házas részekből. Ez a Szénatértől egészen az Aszalvölgyig árokig tart, illetve a Budai utat és a Berény utat köti össze. Hatalmas nagy kerület, két szavazókört csatoltak össze, és így alakult ki a 11-es választókerület, idestova 10 éve. Munkám során éppen az elmúlt időszakban nézegettem képeket erről a területről, a papagájtelep, a fáji lakótelep, a Szénatér környéke, vagy az Almási telep valahogy nekem olyan kis otthoniasnak, olyan kis kisvárosiasnak tűnik. Érezhető ez a lakosság hangulatán is? Igen, teljes mértékben. Ezek tényleg ezek ilyen kis megbúvó kis lakótelepek, ahol óriási nagy szeretet és összetartás uralkodik. Nagyon szeretem őket, mind a polgári kis hangulatú családi házos övezeteket is, ugye az Írók utcái, illetve a Vezér utca környékét. Számos törzsökes fehérvári család lakik itt, és nagyon, de nagyon jó ezekben a régi kis házak között sétálni és figyelni őket. Mi a kötődésed, miért pont ennek a területnek lettél a képviselője? Hát a törzsgyülekezés fehérvári családból származok, a nagyszüleim, szüleim, nagyszüleim, dédszüleim is fehérváriak, mindig is szívügyen tartották a városnak a sorsát, és úgy gondoltam, hogy ha képviselő vagyok ezen a területen, ide költ minden családom, férjem családja, nagyszüleim ezen a részen laktak, szüleim, én is itt lakok, úgyhogy jó érzés, hogy tudok egy kicsit segíteni, vagy tenni én is az emberekért ezen a részen, ahol felnevelkedtem. Tehát vannak gyerekkori emlékeid a területről, játszóterekről, egyebekről? Igen, a nagyszüleimnél elég sok időt töltettem, ugye ők az Álmos Vezér utcába laktak, és a férjem a Katonzsef utcába nevelkedett fel, ott is ugye, amit említettük, a papagáj lakótelep, a Vidalton környéke, úgyhogy nagyon-nagyon ismerem azt a részt, szinte minden fának a történetét, vagy éppen a játszótérnek a történetét, hogy hogyan alakult ki, vagy ki hogyan segítette a közösséget akkor, egy járda megépítéssel, vagy bármivel, hogy megépüljön és megújulnak a területünk. Sok évvel ezelőtt, amikor először a terület képviselője lehettél, mi volt az első gondolatod, mi az, amin változtatni akartál? Milyen tervekkel vágtál bele ebbe a munkába? Hát 10 éve vagyok képviselő, vagyis májusban lesz, időközi választásokon nyertem meg a mandátumot, az embereknek a bizalmát, és amin változtatni szerettem volna, igaz, az előző képviselők nagyon jól vezették a városrésznek a sorsát, nagyon odafigyeltek. Kicsit megtartva az ő szellemiségüket, egy kicsit arra orientálódva, hogy az emberek, ahol élnek, ahol laknak, ott érezzék jól magukat. Ez jelenti azt, hogy az utak, a járdák, közvetlen a ház előtti járda, az rendben legyen. Hiszen ott élik le az életüket, nekik az a fontos, az a problémájuk, amit minden nap szembesülnek és látnak vele. Ugyanúgy a játszóterek, hogy egy kicsit megújuljanak, újra színezzük őket, kis élet legyen benne, hiszen az elmúlt időszak meg is mutatta, hogy mennyire fontosak ezek a kis közös területeknek, közös tereknek, játszótereknek az újragondolása, az életre való hívása, egy kicsit jobban felújítani őket, hogy ha be is vannak zárkozva az emberek, de ott, ahol élnek, le tudjanak menni egy ilyen közösségi térre, és tudjanak beszélgetni. Tudjanak az idősek a fiatallal beszélgetni, és megtalálják azt a sportolási lehetőséget, amik az egészségüket egy kicsit meg tudják őrizni. Egy kicsit elhagyva a kezdeteket, mégis visszatekintve az eddig elértek közül, tehát az, ami változott a 10 év alatt, mi az, amiért a leghálásabb vagy, vagy a legbüszkébb vagy rá? Hát, hogyha valaki a 10 év ezelőtt végigjárta volna ezt a városrészt, nagyon-nagyon meglepődne. Hála Istennek, polgármesterünkről sok támogatást kaptunk tőle, és teljesen megváltozott az arculata ennek a városrésznek. Dinamikusan fejlődik, számos olyan új épületek valósultak meg,
illetve olyan beruházások történtek, ami tényleg nagyon nagy öröm. Nagyon szívügyem az iskolák, az óvodáim, két iskolámat is érinti, illetve óvodákat is érinti. Ezeknek az épületeknek a teljes mértékű megújulása, az iskola udvar felújítása, vagy hogyha beszélhetünk a szénatéri beruházás kapcsán, hogy a szénatéri általános iskola megkaphatta ezt az új sportterületet, az aszalvölgyi sportpálya, sporttelep, amit óriásan örülnek az emberek, hiszen használják nap mint nap, vagy különböző utcáknak a felújítása, a Móricz Zsigmond utca, a Géza utca, illetve pár évvel ezelőtt elkezdtük az Írók utcák környékének a járda felújítása. Nagyon fontos, hogy az emberek, akik ott élnek, ezek a járdák, hogy élhető legyen, hogy tudjanak rajta biztonságosan közlekedni. Ezek áthidaló, átívelő, éveket átívelő beruházások. Elkezdtük, és akkor már ez a negyedik éve tart, reméljük majd egyszer végére jutunk. Vagy talán soha, mert mindig azt mondja az ember, ha végére jutunk, kezdhetjük újra. Ezek a járdák 40-50 évvel ezelőtt épültek. Akkor is aszfalt leöntve, megfelelő, stabil alapzat kell, hogy ne ennyire porhanjanak ezek a részek. Ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy megvalósuljanak, vagy megtörténjenek. Ezzel tulajdonképpen a jelenben is megérkeztünk, hiszen említettél már olyan beruházásokat, amelyek most is zajlanak, úgyhogy itt az ideje, hogy egy picit a település rész jelenét nézzük meg. Hol zajlanak most a legnagyobb munkálatok? Hát, ahogy említettem, ugye nagyon fontos az utaknak a karbantartása, illetve a biztonságos közlekedés, az intézményeknek a felújítása, hogy tényleg nagyon sok gyerek jár oda, a környékét kialakítani úgy, hogy biztonságosan lehessen közlekedni, illetve amit megemlítenék még, az aszalvölgyi áraknak a továbbfejlesztése. Pár évvel ezelőtt a Spár épület mögött megépült maga a sportcentrum, de ezt egy kis sétányban összekötöttük a másik részét is, ahol igaz jó pár évvel ezelőtt lett kialakítva egy kis játszótér, ami mindennek megfelelően nagyon kis gyönyörű, zöldövezetben van, fák veszik körül, ami nagyon-nagyon fontos, illetve van ott egy kondi park is. Egy aszfalt, nem aszfaltos, hanem salakos pálya van még ott. Régen ott tartottuk az aszalvölgyi sportnapokat, hiszen nekem nagyon fontos a közösség építése is. A generációk közötti párhuzam vagy a beszélgetést meg tudnak így ejteni, és ezért is fontosak ezek a különböző kis városrészi, illetve lakótelepi utcai kis fórumok vagy beszélgetések. Mert úgy gondolom, hogy az, aki ott lakik, ő látja teljes mértékben tisztán, hogy milyen beruházás vagy milyen fejlesztésre van szükség az adott területen, hisz ő tudja legjobban, és ővele tudok legjobban kommunikálni, ők tudják elmondani nekem, hogy mire van szükség, hogyan alakítsuk ki. És ezek nagyon fontosak. Ez a részen, ahol megépült ez a, vagy meg fog épülni ez a lejáró, ez a Németh László és a Lehel utca közötti részről beszélek. Pár évvel ezelőtt már elkezdtük kiépíteni ott azt a kis ösvényt, amivel el tudnak menni a lakosok a Fiskáros úti orvosi rendelőhöz. Ez a része még nem készült el, ugye a kis erdősávból lehet lejutni. Ez most egy korszerű és egy biztonságos lejárás fog kapni, illetve ki fog épülni a sétány, hát meg közvilágítás, ugye, ahogy az emberek. Ez egy nagyon fontos beruházás, mert nagyon sok embert érint. Ha már az ember elér egy bizonyos kört, idősebb lesz, pár méter is sokat számít neki, hogy mennyit kell menni, hogy elérjen az orvosi rendelőhoz, hogy kerülni kell, vagy ezen a kis úton biztonságosan el tud jutni. Az aszalvölgyi árok egyszerre áldás is, mert hogy azért szép környezetet biztosít, viszont feladat is, éppen ezért, mert azért ott is közlekedni kell. Igen, nagyon fontos ez a kis rész. Pár évvel ezelőtt, idestova 6 éve fásítottuk az egész részt, a Vadexnek a jóvoltából. Azért is szoktam nevezni ezt a területet Székesfehérvár tüdejének, mert ezt a területen is nagyon sok kis fa van. Ha végigmegyünk a Géza úton, ott is ilyen kis parkerdők vannak, illetve a Kadocsa út részén, vagy bármelyik kis lakótelep közepére, ami közösen tudunk gondolkodni a városgondokságra és a városvezetőséggel, hogy megmaradjanak ezek a kis zöld területek. Ezek kis parkok, ahol jól érzik magukat az emberek. Az aszalvölgyi árok, ugye, ahogy gondok is vannak, mert oda kell figyelni, hogy tényleg azért ne szemeteljünk, rendben legyen az a terület, élhető is legyen, használják is, de szerintem egy üdepontja lett az egész városnak, mert nagyon sokan közlekednek ott, és nagyon szeretik.
Nagyon szép a terület, de félek, hogy a más telepeken élők egy kicsit elhanyagolva érzik magukat, úgyhogy akkor nézzünk körül, például a Fáj András lakótelepen, ott most mi a helyzet jelenleg? Hát a Fáj András laktelep az is egy ilyen kis megbúvó lakótelep, ugye a város részünkben. Egy nagyon szép, csodálatos lakótelep, számos kis gyönyörű kis kertek vannak, nagyon szeretnek ott a panelba élő kertészkedni, nagyon örülnek neki. Nagyon sok terület ugye a házhoz tartozó rész, az önkormányzatnak tulajdon része nagyon-nagyon kevés. Ott is egy kis játszótér lett kialakítva, illetve ami lehetőség volt, a parkolási lehetőséget meg tudtuk teremteni az ottan élőknek, és be is zárult a kör. Ennyi a mi lehetőségünk, ugye a többi magántulajdonon tartózkodó rész, hogyha bármilyen fejlesztést is szeretnének, azt a lakosok maguk meg tudják tenni. Egyébként az épületek rendben vannak? Az épületek igen, de minden magántulajdonban van. Nagyon jók a közös képviselők, folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, tájékoztatom őket, hogyha lehetőség van, hogy felújítani az épületeket, illetve közösen tudunk együtt gondolkodni. Mindenhol vannak apró cseprő kis problémák, gondok, megpróbáljuk közösen orvosolni. De szerintem úgy rendben van az egész lakótelep. Idősek laknak, aranyosak, meg kell valahogy találni a fiatalokkal a közös hangot, kicsit néha nehéz, de azért szerintem alakulni fog a dolog. Akkor látogassunk el a Papagájtelepre. Bocsánat a kérdésére, akik ott élnek, bizonyára tudják, de azért én kíváncsi lennék rá, hogy honnan az elnevezés. Hát ez egy nagyon érdekes. Régen Szivárvány lakótelepnek is hívták ezt. Ez annak idején a Vidalton vonzásában van ez a kis páremeletes épület, és a színesek voltak ezek, különböző színek voltak régen. Van, aki Papagáj lakótelepnek, van, aki Szivárvány lakótelepnek hívta. Innen az elnevezés. És ott szükséges-e mostanság a tervek alapján valami munka, vagy történt-e valami az elmúlt időszakban? A Szivárvány lakótelep, ha így nevezzük, a Papagáj lakótelep, az is egy elég érdekes rész, nagyon nagy része van a házoknak. Ugye emeletes házokra beszélünk, és az öt területük, ami mellettük van, az a házhoz tartozó rész. Ott is ugye az a gond, hogy nagyon kevés az önkormányzati rész, amin esetleg bármi beruhálás történhetne. Ez ugye egy kicsit kellemetlen, de családi házos ingatlanok veszik körül ezt a részt. A család és ingatlan, ugye a járdákat elkezdtük felújítani, ami részben hozzátartozik ezekre a lakótelepekre, telepekhez, de közlekednek rajta, de illetve még ugye közterületen található részekről beszélünk. És akkor térjünk át az Almási telepre, ami azért lényegesen nagyobb területet jelent, és biztos vagyok benne, hogy több feladat az elmúlt időszakban milyen munkálatok folytak itt. Hát, hogy az Almási lakótelep az is egy nagyon kis hangulatos lakótelep, nagyon sok gyönyörű kis zöld résszel, nagyon jó kis játszóterekkel. Most alakítottunk ki egy területen egy kutyafuttatót, nagyon-nagyon szerették volna az ott élők, hiszen nagyon sokan terápiás állatként használják a kutyát, és főleg ebben az időszak meg is mutatta, hogy az időseknek, hogy mennyire jó, hogy valakihez tudnak szólni, vagy még sincsenek egyedül ebben a bezártságos időszakban. Kialakítottunk egy kutyafuttatót, egy kis részsel, ahol a gyerekek tudnak még zöld területen sportolni vagy focizni éppen a szülőkkel, de folyamatosan próbáljuk fejleszteni a lakótelepet. De valami kis rész van, aminél tovább nem tudjuk, mert nem tudunk hová nyújtózkodni. Nagyon sok parkoló, garázssor, illetve családi házas ingatlan veszik körül ezt a lakótelepet, annak is van egy határa, amin túl nem tudunk. Generációváltás van a lakótelepeinken, nagyon sok fiatal költözik be, a fiatal családnak már több autója van. Ezek annak idején, amikor ki lettek alakítva ezek a lakótelepek, ugye egy autó vagy egy autóra számítottak, és úgy alakították ki az életterületüket, vagy terüket, nem nagyon tudjuk parkolókkal kibővíteni. Amik léteznek, vagy vannak garázsok, mindegyikbe autó áll, és ahogy említettem, hogy egy családnak egy, kettő, három autója van, nem nagyon tudunk területet adni az autóknak a tárolására. És megmondom őszintén, nem is nagyon szeretnék, inkább arra szeretnék törekedni, hogy ezek a kis zöld területek megmaradjanak a lakótelepek környékén, a levegő miatt, a gyerekek miatt, hogy legyen, ahol tudjanak önfelett játszani, sportolni,
ezek sokkal fontosabbak nekem, hogy az embereknek az életminőségén tudjunk változtatni, mint hogy autóknak a parkolását megoldjuk, de nincs is terület rá. És akkor ilyenkor mi a megoldás? Hát nyilván az egyéneket érdekli, hogy hova teszik a második vagy a harmadik autót, ha hazaérnek. Hát igen, ugye ez az ő felelőssége is. Neki is meg kell találni azt a megoldást, hogy el tudja helyezni a második vagy a harmadik autóját. Beszéljünk egy kicsit még a Hétvezérről is, és a szénatéri általános iskoláról is, hiszen említettük már, hogy ott is nagyon sok feladat van, és nagyon szépen megalakul és kifejlődött, de nagyon sok gyermeknek ad iskolát és ad teret ez a két intézmény. Milyen plusz feladatokkal jár a működésük? Ahogy említettem, a közösségépítés az nagyon fontos számomra, és ebbe a két iskolában is, hála Istennek, nagyon jó a kapcsolat, mind az intézmény vezetővel, illetve a szülői munkaközösségnek a vezetőségével, alapítvánnyal. Tudunk közösen gondolkodni az iskolának a sorsára, a gyerekeknek a sorsáról. Nagyon fontos, hogy az intézményeink, hogy rendben legyenek, és erre segítséget nyújtanak az alapítványok is, és a Székesfehérvár önkormányzata is. Értem ez alatt az iskoláknak a belső területnek a megújulása, ha játékot kell venni, ha közös programot kell szervezni, ha bármi dolog van, akkor közösen tudunk gondolkodni. Ha egy szoborállítás, mint a Hétvezér általános iskolának, mindig megtaláljuk a közös hangot, ez mind-mind a gyerekeknek az érdekében. Nagyon fontos, és én is nagyon édesanyaként is, hogy a gyerekek boldogok legyenek, és abban az intézményben is legyenek boldogok, hiszen a nevelők szinte második édesanyjuk a gyerekeinknek, és nagyon fontos, hogy olyan közegben legyenek a gyerekek, és kiegyensúlyozott boldog életük legyen nekik, ami később az egész életüket meg fogja határozni. És hogyha az kell hozzá, hogy legyen valami élet az iskolába, ami meg is van eddig is, és kiemelkedő, nagyon jó oktatás és nevelő munka folyik bármelyik intézményünkbe, ha kell egy kis segítség, egy támogatás, hogy legyen egy vezérutcai majálés, ahol bevonzva a környéket is, jó hangba, jó kapcsolatban legyenek az iskolákkal, vagy gyerekekkel, és nem mindig a zsivaj legyen a probléma, akkor megszervezzük, megrendezzük, elkészítjük, megcsináljuk. Szerintem nagyon fontos mind a két területen. Vagy a szénatéren is, ugye ott van az a hatalmas nagy park az iskola előtt, ott is legyen egy kis élet. Nagyon fontos, hogy annak idején ezek a 70-es években nem nagyon voltak ez a nagy közösségi területek. Ez a kis lakótelepeken oldották meg az emberek, kis piknikes kosárral lejöttek, zöld terület, ugye ott napozgattak, ott élték a hétvégi életüket. Ezeket szeretném egy kicsit úgy visszahozni, becsempészni az iskola életébe, hogy legyen majális, legyen bármilyen olyan program, ami be lehet illeszteni az oktatási nevelési munkába, de illetve a lakosságnak is megfelelő legyen. Értek ez alatt a Mihály napi vásárnak a hangulatát visszaadni, ami kivonza az iskolából a gyerekeket, a panelban meg levonzuk az időseket, és közösen tudnak együtt a gyerekekkel. Itt is egy párhuzam az idősek és a fiataloknak a közös gondolkozás, hogy hadd gyönyörködjön az idős az új fiatal gyerekekbe, az új tündéri kis gyerekekbe. Ők meg szeretik az időseket, hogy egy kicsit ugye el tudnak beszélgetni. Szóval ezek a programok mind-mind a közösségépítés, közösségnek az erejét összefogó programokat szeretnék ott rendezni. Illetve hát megújítani a teret. Nagyon fontos ott is, hogy biztonságosan odaérjenek a gyerekek az iskolába. A térnek a részére, a május 1 felő részére egy olyan biztonságos beállót szeretnénk kialakítani, ahol tényleg csak megérkezik a szülő, kiszáll a kisgyermek, átmegy a téren, és meg tudja közelíteni az iskolát biztonságosan. Ezek az elképzelések mennyire számítanak közeli terveknek? Hát nagyon nehéz most a jelenlegi helyzetben úgy gondolkodni, hogy de mindig előre kell nézni, és bízni kell. Nem tudom, hogy mikor lesz rá lehetőség, közösen gondolkozunk az intézményvezetővel, az ottan élőkkel. Szeretnénk ezt, ha megvalósulna idestova, vagyis bizonyos időn belül ez a beálló, illetve maga van ott egy olyan sport létesítmény, egy sport részként a téren, ami jó lenne, hogyha szilárd burkolatot kapna, bekerítve, megvilágítva, nem csak az iskola élete miatt, hanem az ott élő lakótelepből is le tudnánk vonzani a fiatalságot sportolás részére. Mennyire befolyásolja a beruházásokat a 11-es választókerületben a koronavírus adta helyzet?
Hát nem csak a mi városrészünkben, de az egész városunkat, országunkat, vagy a világot érinti ez a jelenlegi helyzet. Nagyon elszomorító dolog, mert ugye, ahogy említettem, egy elidősödő városrészről beszélünk. Nagyon sok idős van, akik ugye múlt évben, márciusban kérték a képviselőnek a segítségét, bizalommal fordultak hozzám, ami nagyon-nagyon örülök neki, mert ez is egy kicsit az elmúlt időszakat tükrözi, hogy az itt ülő idősek a képviselőnek szólnak, őtől kérnek segítséget. Nagyon érdekes volt a helyzet, ami fent is tart a mai napig is. Nagyon sokan egyedül élnek, és eléggé betegesek. A mindennapi ellátásra is rászorulnak. Több mint egy éve tart az a helyzet, és nagyon megviseli az időseket. A beruházások tekintetében volt, ami visszatartó erő, meg kellett állni építkezéssel? Nem, hála Istennek, hogy ezek, ahogy említettem, hogy több éveket átölelő nagyobb-nagyobb beruházások vannak, amik folyamatosan mentek, történtek a városrészünkbe. Voltak kisebb munkálatok is, ami nem akkora nagyon látványosak, de nagyon fontosak. Itt a járdaszakasznak a kijavítása, illetve az útnak a karbantartása, a közvilágítás, vagy a Kisteleki utcán tudnám említeni a sebességmérőknek a lehelyezését, vagy hát folyamatosan ugye megújul a körzetünk. Ha egy faépítés, a karbantartása a parkainknak, ami most nagyon-nagyon fontosak lesznek, mert mindenhol szeretnék egy kis megújulást, a fásítást, növényeket, parkoknak a megújítása, kis közösségi tér kialakítása, új játékokat, padoknak a lehelyezése, de ezt mind-mind az idősekkel, vagy az ott élőkkel szeretném elérni, és közösen, hogy közösen teremtsünk értéket, de közösen is vigyázzunk ennek az értékre. Ha valaki átutazik ezeken a lakótelepeken, illetve hallja a képviselő elmondását, akkor úgy gondolja, hogy itt a közbiztonsággal nem lehet gond, jól gondolja? Hát a közbiztonság, hála Istennek, hogy azért mindenki odafigyel erre a városrészt, aki ott él. Nagyon segítőek az emberek, szeretettel fordulnak egymás iránt. Ezt is sugallom, vagy szeretném is, hogyha így is maradna. Azért tényleg egy olyan városrészről beszélünk, ahol a tisztelet az tisztelet. Segítenek egymásnak az emberek. Annak idején is közösen építették fel a családi házat, a szomszédok. De jönnek a fiatalok. A fiataloknak tudomásul kell venni, majd egyszer ők is lesznek idősek. Az idősek is voltak egyszer fiatalok. Közösen meg kell érteni egymást, segíteni egymást, és ez a legfontosabb szerintem az életben. Hogy közösen építünk, közösen teremtünk, de közösen is vigyázunk ezekre az értékekre. Nagyon jó a fiatalság, és nagyon jó, hogy sok fiatal kisgyermek rohangál ezen a kis tereken. Nagyon szeretik az ablakban nézegetni az idősek, a gyerekeket. A régi múltra visszagondolni, hogy ők annak idején, amikor megalakult a lakótelep, vagy kiépítették a lakótelepeket, hogy mennyire segítették ezt a közösséget. Ezt a kis hangulatot szeretném visszahozni, hogy közösen összefogunk, legyen fáji napok, amikor tényleg minden arról szól, hogy értéket teremtünk, hogy értékeljük a dolgokat. Bár csak ott tartanánk, hogy rendezvényeket lehetne csinálni. Milyen a kapcsolatod az egyházakkal? Két katolikus templom van a területünkön. A Zsolt utcai, a Krisztus Király, illetve az Öreghegyi katolikus templom. Nagyon közösen tudunk összedolgozni a Caritasszal. Nagyon tudjuk egymásnak segíteni a munkáját, odafigyelni az idősekre. Szerintem elég értékes munkát tudunk folytatni a városrészünkben, az embereknek az érdekére. Két katolikus templom, ahogy szoktam mondani, két könyvtáron van, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ennek a területnek nincs közösségi háza, vagy közösségi tere, ahol tudnánk kulturális programokat kialakítani. De a két könyvtárban nagyon értékes kulturális programok vannak, amik folyamatosan tudunk az intézményvezetőkkel közösen gondolkodni, érintve az ünnepeket, vagy különböző nagy-nagy eseményeket, illetve könyvbemutatók, a fiatal anyukáknak kisbaba programokat, vagy éppen egy szépészeti dolgokat a könyvtárokba, előadókat hívunk, és ugye bevonzuk a területről lévő időseket, akik szívesen jönnek ezekre a programokra, és nagyon-nagyon szeretik őket.
Muszáj érintenünk a gazdaság területét is, hiszen itt közel van a Videoton ipari park, illetve az otthonos kis lakótelepeket gyakorlatilag elválasztja egymástól a 8-as elkerülő út, ami bizonyára valamelyest meghatározza a városrész életét. Hát igen, ahogy említettem, hogy 10 évvel ezelőtt két területet vontak össze, és úgy alakult ki a 11-es választókerület. Ugye ez... Nem azt mondom, hogy nagyobb problémát, de nagyobb problémát jelent. Számos utat kaptunk, nagy utat kaptunk, kisebb utakat, lakótelepeket. Az anyagi költség az ugye egy területre. Itt két területet vontak össze, ebből kell gazdálkodni. Nagyon fontos, hogy ezek az utak átvezető utak. Nem csak az ott élők használják, hanem a város, az ország szerte bárhol, épp a 8-as Adocsa utat. Óriási nagy forgalommal. Nagyon fontosak ugye az önkormányzat támogatása, a költségvetés, hogy ezek az utak berekerüljenek, és ezáltal tudjuk ugye felújítani őket. A területi pénzből nem biztos, hogy erre tudnánk, nem is tudunk, hanem a kisebb munkákra tudunk támogatást adni, vagy abból tudjuk megvalósítani ezeket a dolgokat. De viszont akkora forgalmat vezetnek le a Kadocsa, a Berényi út, a Budai út, a Kisteleki utca, melyiket mondom még, ami ott a körzetünkben a Fiskális út vonzata, ezek mind-mind erre az utcakaszra, a város részre terelődnek rá. Egér útként használják az emberek, ezt jelentem azt, hogy ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a Budai úton, de a Lehel úton le fog jönni, hogy kikerülje a lámpákat. Ezáltal ugye az az útszakasz fog jobban használódni. És nagyon gyorsan kopnak ezek az utak, nagyon sok forgalom van, teherautós forgalom van, átmenő forgalom van, igaz gyűjtőutak, de borzasztóan kopnak és nagyon gyorsan elhasználódnak. Ezért fontosak ott egy kicsit a városrészt úgy egyirányosítani ezekkel az utakkal, hogy az ott élők tudják igazából használni, vagy ne legyen olyan nagy kedvük átmenni gyorsan ezeken az utcákon, mert most ugye azt jelent problémát, hogy nagy sebességgel nagyon gyorsan átmennek ezek az utcakaszon, gyorsan odaérnek szinte, tényleg a város felét, negyedét le tudják vágni a Kisteleki utcával, egyik részről a másikra, nem megy ki a Kadocsára, hanem itt megy rá, de ezáltal ugye óriási nagy forgalmat terelnek rá az útra. És ezt lenne jó akkor lassítani egy kicsit. Igen. Valamilyen úton, módon. Lassan-lassan lejár az időnk, bár sok mindenről beszélgettünk, és tervekről is hallhattunk, azért mégis így búcsúzóul megkérdezném, hogy 10 év múlva, ugye eddig eltelt 10 év, 10 év múlva milyennek szeretnéd látni ezt a választókerületet? Hát elsősorban is élhetővé. Élhetővé tenni, hogy akik itt laknak ebbe a városrészbe, szeressék ezt a városrészt, szeressék a szülővárosokat, és boldogak legyenek. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, műsorunkban Deák Lajosné volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!